vagyok fönn Dorogon a Kálvári Adombon, ez itt mögöttem, ez a fantasztikus kilátás, ez Dorog, illetve a háttérben Esztergom. Azért vagyok itt Dorogon, mert ma szeretném bejárni a Handken Miksa bányászkört. Ez körülbelül egy olyan 32-33 km hosszú. Innen Dorogról először elmegy Csolnokra, majd átmegy Tokodra és vissza Dorogra. Közben, útközben különböző helyeken QR kódos pontokat kell begyűjteni, ezzel igazolva, hogy bejártuk a túrát, és a végén, ha sikerül teljesíteni, akkor egy eléggé szemrevaló érem lehet a jutalmunk érte. De ez csak mellékes, a lényeg maga a mozgás, a túra. Persze tudom, hogy mindenki ezt mondja, de azért az érem is jól fog mutatni a gyűjteményben. Amit most láttok, igen, az sajnos egy munkatábor volt. 1952 és 1956 között működött ez egy munkatáborként, ahol politikai foglyokat dolgoztattak, együtt dolgoztak a bányászokkal, a csolnoki bányászokkal. Teljesítettem 32-ből, közeledem Tokod felé, és onnan fogok visszafordulni Dorog irányába. Tulajdonképpen ez a bányászkör, ez a Handken Miksa, amit én most járok, ez itt a dorogi szénbányászatnak szeretne egyfajta emléket állítani, és egyébként többféle, tudom, hogy most már kétszer mondtam az egyébkéntet, tehát igazából többféle bányászkör van, ez a Handken Miksa az egyik. Van ennél egy nagyobb, egy 55 kilométeres
is, illetve több kisebb. Ezeket mind lehet külön-külön teljesíteni, mindegyikért jár egy elismerő érem, és a végén, ha valaki mindegyiket teljesíti, akkor egy nagyon szép kollekcióval lehet gazdagabb. Akkor bárki, aki szeretné, annak csak javasolni tudom, nagyon szép helyeken megy keresztül, úgyhogy hajrá, gyertek! A 8 kilométer után még egy kis szurdoktúra, illetve hát ez csak egy vízmosás, minden esetre végig emelkedik, és ahogy lehet látni, ezeket a kidőlt fákat kell kerülgetni, illetve hát nem is kerülgetni, hanem nem átbújni alattuk. Most 32 plusz pár kilométer után itt vagyok Dorogon újra, a Bányász Múzeum előtt. És megvan a csodálatos érem. Egy fantasztikus túra volt. Én javaslom mindenkinek, hogy szánja rá ezt az időt, gyönyörű tájakon megy keresztül. Nagyon sok érdekes dolgot lehet látni és megtudni. Úgyhogy gyertek!